Olyan 3 óra lehet. Megérkezett a sárga hangol. Jó. Szépen fölment? Nem volt. Vagy utazott kétszer is, csak egybe direkt jött Hollandiából. München, ugye? München. Aha, akkor ment föl le. Jó. Igen, igen, igen. Gyere, drágy. Ő lakta a falat, nehogy megijesszek. Gyere, gyönyörű. Hát utazott csórikám eleget, gondolom. Anglia, a gyűjtő. De nagyon intelligensen adja magát. Hopp. Jó, gyönyörű. Szerbusz! Oda bal hátsóba rakjuk egyenlőre. Mert így ilyen hirtelen nem tudtam, hogy hova, úgy volt, hogy vasárnap jön. Gyere, baba! Na, várjál csak. Hogy? Az, ez megy, nézd meg. Mindenhova. Jó, ma raktam be neked szénát, kicsikém. Mennyi drága? Mennyi drága? Jó. Jó, vékony. Egyéb cicukám, jó. Igen, köszönöm szépen. Jó van. További jó utat. Ucsol, igen, ez itt. Utolsó ló volt nektek ma? Őrbottyány. Ja. Szuhajékhoz. Akkor mentek. Jó. Akkor van még melótok. Én köszönöm szépen nektek. Minden jó. Hát mindjárt jövünk vissza. Sziasztok, jó utat! Köszönjük. És mennyi van még a kocsin? Négy ló. Ja, még, hát jó, csöndessek. Na, sziasztok, jó utat, minden jót! Na, jó. Jó van, drágáim. Hagylak egy kicsit pihenni benneteket, mert a 3 óra környéke lehet. Kicsiké, mi jó van? Hát, vékonyka. Amúgy is szép kanca, hogy csontozat úgy megvan aránylag. Jó van, cica. Önizató van, azt tudod, és van finom szénácskád ott, úgyhogy hamizza mennyit, akkor ott az önizató, igen. Jó van, cica. Na, hagylak. Jó van, drágáim, majd apátok mindjárt jön vissza megint. Nem mondok inkább semmit. Semmi kommentát nem fűzök sehova. Ez van, ez az élet. Persze. Nem baj. Jó, hogy itt van volt. Jó. Meg is nézem, mennyi az. 3 óra 10 lehet. Jó, a papírok itt vannak.